A bélapátfalvai cementgyár egykor minden évben szervezett horgászversennyel egybekötött juniálist dolgozói és azok családtagjai számára, de a cementgyár megszűnésével ezek a programok is véget értek. A bélapátfalvai cementgyár horgászegyesület tavaly döntött úgy, hogy visszatér a hagyományokhoz. A tavalyi évben gondoltam azt, hogy egyesületünk a bélapátfalvai cementgyár horgászegyesület, ami egyedül őrzi már nevében a cementgyár kifejezést, elevenítse föl azt a régi életet, azokat a juniálisokat, amelyet a cementgyár működése közben volt, ezért horgászversenyt is különböző fellépőket próbáltunk ide csalni. A tóba két hete telepítettek 12 mázsapontyot, a horgászversenyre több mint 40-en jelentkeztek. A verseny győztese Kelemen László a hajnali órákban foglalta el horgászhelyét. Perletteletettem, és hála jó Istennek 2 darab pontot sikerült fognom, ami átlagsúlyban, hogyha minden jó megy, akkor 4,8 kiló lesz. Ferenc Péter bélapátfalva polgármestere elmondta, a helyieknek szükségük van az ilyen kikapcsolódásra, a közel 100 éven át működő cementgyár megszűnését nehezen tudják feldolgozni. Hozzátette, remény van arra, hogy egy későbbi beruházás kapcsán akár 150 embernek munkát tudjanak majd adni. Ebben már bélapátiak beletörődtek, hogy nem igen lesz cementgyárunk, inkább próbálunk más irányba jutni, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormányzat az ebbe segítségünkre van, tehát valamilyen szintű ipari elmozdulást tervezünk és terveznek Bélapátfalván. A retro építők napja igazi családi juniális volt. Civil szervezetek, baráti társaságok Bográcsban készítették az ebédet, a színpadon kulturális programok várták az érdeklődőket.